A szépséges Sepsiszentgyörgyi nagy kultúrház. Sokan azt mondják, hogy hát ez egy ilyen tipikus kommunista épület. Én nem mondanám azt, tehát 1973-ban lassan 50 éve, hogy átadták. Furcsa épület. Itt volt tervezve egy dombormű erre a nagy felületre, a főbejárat fölött. És hát az épület az elég sok jó programnak adott otthon. Sokan azt mondják, hogy hát román, vagy inkább román műsorok voltak meg, de nem igaz, tehát ez tényleg kiszolgálta a várost. Voltak azok is nyilván, de hát nagyon szép magyar műsorok voltak, meg mindenféle programok, meg tevékenységek. Én is jártam ide a Bélyeg klubban még valamikor a 80-as évek végén, 87 nyarától, talán 90-ig, és más foglalkozásokra is. És most ott tartunk, hogy ez az épület, ami végül is a városnak a kulturális életéből jócskán kivett, most mondjam azt, hogy például Dancs Anna Marinak a híressé vált, Dancs Anna Marinak is itt volt az első fellépés, hát még gyerekként a Mikó iskola táncosaként, erről van is egy felvétel. Na de voltak itt hírességek, akik megfordultak. Ugye a román könnyű zenéből, mint a magyarok, nyilván a magyarok azok inkább 90 után jöhettek. És akkor most itt van, ilyen állapotában, hát nem szerencsés, hogy itt egy fekete macska, piszuka megy el, nem vágjuk át az útját. Megcsodálta is ezt a szép jelenlegi helyzetét ennek a kultúrháznak. Hát így van most. Tehát a jogi helyzete, jobb, ha nem foglalkozunk vele, tehát nem éppen letisztázott, a város szeretné megszerezni, de hát itt van ilyen állapotban, hogy betörött ablakokkal, és hát ilyen bűz van körülötte. Ha bemennénk, akkor aztán még inkább. Na, hát ez jelenleg az úgynevezett nagy kultúrház, hát végül is ez a szindikátusoknak a kultúrháza, ez volt hivatalosan. Ilyen népi motivumok vannak az épületen, amit sokan románosnak mondanak, de nem, ez magyar népművészetben is ugyanúgy megvan, nem is rossz ez a sor így. Tehát modern épület, amiben hát egy kicsit nyersen, de így belevitték ezeket a motivumokat. Akkor itt a tér, ugye az úgynevezett lótér elől és mögötte ott lent a főtér toronyórával. Nemrég még itt a foglalatok megvoltak, de úgy látom azokat is kilopkodták a szépmíves réz foglalataik miatt, okán. Hát ez volt a fő bejárat. Valamikor itt jártunk be. Rockkoncertekre is, táncházba is. Ott adták a jegyet. Ezek a mozaikok még eléggé jó állapotban vannak, és hát művészinek, hogy jól tudom, művészi alkotások is, most nem tudnám, hogy ki pontosan kikészítette, de itt bent van egy rész. Csak azt egy fallal elválasztották, ahol egy érdekes modernebb kompozíciót látunk itt. Tehát azt ezzel a fallal később elválasztották. Itt egy egységes tér volt, és hát így vesztik el ezek a terek az egykori szépségüket. Mert nekem ez is szép volt, és hogy mondjam, ez is valahol a szentgyörgyi modern közösségi téri művészetnek a része is és története. Itt is egy szabad tér volt, ezt elválasztották, tehát külön csináltak ide külön
termeket, egy oldalsó feljárat. Ez a tipikus 70-es éveknek a berendezése, építési elvei. De hát így néz ki ez az egész. Reméljük, hogy kimozdul a holtpontról valahogy ennek az épületnek a szégyenletes helyzete, és újra kihasználhatóak lesznek ezek a terek, amik itt vannak, és a hasznára lehet az egész városnak, közösségnek, és valahogy szerintem úgy kéne, hát ha nem is pontosan úgy azokkal a megoldásokkal, amik voltak régebb, de azért figyelembe kéne venni a felújításkor, hogy ez eredetileg úgy is volt a berendezés elképzelve, megtervezve. Persze most már más az infrastruktúrális megoldás, a belső építészeti megoldások. Ez egy rossz rész, csak nem éppen tiszta fal. Hát valamikor képzőművészeti kiállítások is voltak ott fenn az emeleten, az volt a Márványterem. Nekem is volt ott kiállítva alkotás. A művészeti liceumnak ott volt az első évvégi, tehát a liceumnak az első évvégi kiállítása a képzőművész diákoknak, tehát az olyan felső része. Na, tehát ez a nagy kultúr 2022 novemberében. Reménykedjünk, hogy csak szebb jövő vár erre a furcsa és sokak által kifogásolt megjelenési épületre, de ehhez nagyon sok szentgyörgyinek és főleg az én korosztálynak kellemes élményei fűződnek ehhez az épülethez. Hát a diszkókat mondják elsősorban, a táncházat, ugye az egy más kategória, de az a lényeg az, hogy nagyon vonzotta a fiatalokat valamikor az itteni rendezvényeknek a sora. És minőségi rendezvény volt a többség, tehát ezek jó korabeli jó rendezvények voltak. Na, tehát ez van most, reménykedünk.